kőolaj származékok, szilikonok, tartósítószerek, a dezodorokban lévő alumíniumsok. Vajon valóban mindenki meg akar minket mérgezni? És jönnek a gyíkemberek is hamarosan, és átveszik az uralmat a világ felett? Hát mielőtt ez megtörténik, inkább mesélek nektek néhány olyan összetevőről, ami állítólag nagyon halálos, nagyon mérgező. Vegyszer, kérem szépen, és a végén még bajotok esik. De nem gond, mert itt van Tindigó, aki van megment mindenkit, úgyhogy ha nem akartok meghalni a mérgező kozmetikumoktól, akkor tartsatok velem, hogy mindent megtudjatok. Sziasztok, Tindigó vagyok, vagyis Tajti Ildi, és azt kellem tudni, hogy van egy bőrápolási márkám a Tindigó, csupa vegyszerrel, remélem most már velem tartotok ezen vallomásom után, és ezen kívül márkafüggetlen bőrápolási konzultációkat tartok egy magánklinikán, nagyon, nagyon sokszor betegekkel foglalkozom, illetve kozmetikusként is végeztem. Rengeteg ilyen cikk jön velem szemben mostanában manapság, hogy 10 mérgező összetevő a kozmetikumaidban, meg mi vegyszermentes kozmetikumokat csinálunk itt, kérem, meg mindenféle hasonló marketing bullshit, amivel olyan dolgot adnak el nektek, amit egyébként nem jók. Igazából az egészet egy kicsit nonsensnek érzem, de az tény, hogy én is tanultam marketinget, értékesítés, hogy valóban a rettegés fokával, nem véletlen, hogy ugye van ilyen sorozat is, ha jól emlékszem, vagy valahonnan eszünk az a rettegés foka. Szóval, hogy ezzel az embereknek el lehet adni, az emberek szeretik a horrorfilmeket, szeretik a trillereket néha még én is megnézem, és akkor a barátom, és mindig mondom, mikor kell becsukni a szemet, valamiért az emberek néha szeretnek félni. Ennek biztos van egy mélyebb pszichológiája, amin már annyira nem mennék bele, de az tuti, hogy erre a félelemre alapozva el is lehet az embereknek adni. Én jobban szeretek eladni, mert nyilván én is eladok, arra alapozva, hogy mi az, ami valóban jó nektek, ahelyett, hogy halálra rémülnétek, és a legidegesítőbb az, amikor mondjuk jön hozzám egy kismama konzultációra, és úgy jön hozzám szerencsétlen, hogy ő 3 hónapos terhes, és halálra van rémülve, mert ő tusfürdővel fürdött, mert ő nem tudta az első hónapban, azt se tudta, hogy terhes, mert nem tervezett baba volt, és ő tusfürdővel fürdött, meg még fényvédőt is használt, kérem szépen, és lesz valami baj a gyereknek. És ilyenkor leszek ideges az ilyen 10 mérgező cikkes dolgoktól, úgyhogy most amúgy ez feldolgozása egy már blog cikkemnek, úgyhogy akit érdekel részletesebben, hosszabban is, azoknak belinkelem ezt, de már sokan kértétek, hogy legyen meg minden anyagom videóformájában is, mert ilyen videókat szeretiktek jobban, aztán mások meg azt kérték, hogy írottal legyen meg, úgyhogy ez egyébként egy blogbejegyzésemnek a feldolgozása, de ennek a szerencsétlen terhes anyuka kapcsán így most így feljött bennem ez a sztori, és gondoltam, hogy csinálok nektek erről egy videóit is, úgyhogy nézzük, melyikek ezek röviden. Amit most így kiemelnék, de egyébként végtelen lehetne a sor. Az első, amit állandóan mondanak, az a kőolaj származékok, a parafin, parafinum, liquidum és vazelin, mindenféle hasonló néven megtalálhatóak, és ugye ezek szénhidrogének, amik mind meghalunk, mert ezek annyira nem természetesek, és lezárják a bőrt, mint egy nylonzacska, és megfogad alatta a bőrünk, és Úristen! A kőolaj az a Föld szilárd rétegeiben keletkezett évmilliók alatt döglött állatokból. Tehát, most valaki magyarázza meg nekem, hogy ez hogy az Istenben nem természetes. Ettől függetlenül ez most tutira gusztustalanul hangzott, de azért azt jól tudnotok, hogy ezt finomítják. Amúgy finomítják, de amúgy ezáltal lehet egy nagyon megbízható és tényleg óriási tisztaságú alapanyagot egyébként előállítani. Nem véletlen, hogy az összes gyógyszertári szteroidos, antibiotikumos, meg mindenféle vényköteles krémnek az alapanyaga az a vazelin vagy a parafin. Az tény, hogy van egy okkluzív hatása, vagyis lezárja a bőrt, ezáltal egyébként gátolja a láthatatlan vízleadást, ezt a transepidermal water loss-t. Én nem azt akarom most megmagyarázni, hogy a világ legjobb dolga az ez,
De van, akinek nem is tudunk egyébként mást adni, ezért én nagyon üdvösnek tartom, hogy létezik a parafin, majd lesz egy ilyen nagy parafinos videó, szerintem nagyon sokat lehetne beszélni. Azt kell röviden tudnotok, hogy azért egyáltalán nem egyenlő hatással, de mintha nejlonzacskót húznátok magatokra, nagyon jól védi a bőrt mondjuk a hidegben, szélben is. Ekcémásoknak, ahol ez a barrier réteg nagyon-nagyon sérült, nem tudja a bőr magát megvédeni, én kifejezetten szoktam ajánlani jó minőségű parafinos krémeket, mert ott aztán tényleg különösen hasznos. És emellett persze a növényolajoknak is van létjogosultság, amik lecsorognak a tűzök mentén, mélyebbre mennek, de az, hogy ez az ördögtől való ezt így kikiáltani, az attól a hajam kihullik néha, mert főleg amikor betegeket kezelünk, akkor ott én egy csomó mindenkinek nem is tudnánk mit mondani, ha nem lenne parafinos ilyen basic hidratáló krém, mert egyszerűen semmi más nem tud elviselni a bőre. Lehet, hogy ez egy átmeneti állapot, de nagyon-nagyon hasznos tud lenni, ráadásul nem allergizál, ezért van az, hogy a gyógyszertári vénkötelek cuccoknak, ahogy mondtam, ez az alapja. A második az a szilikonok, amik ugye lezárják a bőrt, eltömítik, megint nejlonzacskóhoz hasonlítják, ugye az alapozókban tipikusan szokott lenni, de sokan rakják hidratáló krémekbe is azért, mert nagyon szép, optikailag nagyon szép lesz tőle a bőr egy szilikonos cucctól, ugyanis a szilikonok azok óriás molekulák nem szívódnak be, ott maradnak a bőr tetején, és nagyon szépen ki tudják egyenlíteni akár a pórusokat is, vagy lehet velük nagyon szép hatást elérni, például primerekben vagy primerekben ki, hogy mondja, ugye, amit az alapozók alá tesznek, a legtöbb az egyébként szintén szilikonos. Én ugyan nem használok a kozmetikumaimban, mert tudom, hogy sokan nem szeretik akár ezt a szilikonos érzetet, de ettől függetlenül azt mondani, hogy ez az ördögtől való, ezt enyhe túlzásnak érzem megint csak, meg lezárja a bőrt, mert eleve egy rácsos szerkezetű, porózus, óriás molekula, de úgy képzeljétek el, hogy a levegő az át fog menni. A vizet valóban le tudja pergetni, ha valakinek van otthon egy ilyen szilikonnal kezdődő szilikon alapú primerje, és felteszi a kezére, vagy egy szilikonos hegkezelője, és tenne a vizet így rácsuk, pedig akkor tényleg így összeár a csepp rajta, tehát lepergeti a vizet, nem fogja áteresztani, de ettől még a levegőt áteresztni, tehát ha nem tűnt volna fel valakinek, a levegőnek, meg a víznek teljesen más a szerkezete, tehát igen, a vizet lepergeti, ezért is van, hogy például a hegkezelése nagyon-nagyon jó, mert a külső környezeti hatásoktól védi a bőrt, miközben engedi, hogy ott, hogy szellőzzön a heg, amitől szebben és jobban gyógyul. Aztán vannak a tartósítószerek, ezt már kifejtettem többször is, ez egy szükséges rossz, ami igazából nem is olyan rossz, mert ha valami a vasárnapi kaja is megromlik szerdára a hűtőben, amit főztünk, ugyanígy megromlanának a vizes alapú kozmetikumok, amikben nincs tartósítószer, abban nincsen egyébként víz, és abban E-vitamin tesznek, mert ott csak az avasodást kell meggátolni, amire elég az E-vitamin, de ha azt látjátok, hogy tartósítószermentes, akkor az tuti olaj alapú, amitől nem jobb, és a vizes alapú kozmetikumokra mindenképpen szükség van. De a lényeg az, hogy önmagában töményen nagyon irritáló egy tartósítószer, ez tény, de amikor beleraknak egy 1-2 ezreléket, vagy pár ezreléket, vagy max. 1%-ot egy kozmetikumba, akkor azért nem kell kifutni a világból, örüljök neki, hogy van. Nem szokott irritációt okozni, nem szokott allergiát okozni, persze mindig van kivétel, de ennyi erővel bárki bármire lehet allergiás, úgyhogy amiatt, hogy tartósítószereket raktunk a kozmetikumokban, ne aggódjatok, azért aggódjatok, ha nincsen benne szerintem. Főleg ugye vízes alapú cuccoknál valóban vannak az aggodalomra. Aztán vannak az SLS cuccok. SLS. Ugye most ezek tulajdonképpen a habképző tenzidek, habzó anyagok, amikről most beszélni akarok, de ezt így szokták nekem mondani, hogy ki csak SLS-menteset, meg ráírják, hogy SLS. Na most ezt úgy írják, most direkt így mondtam csak, hogy SLS, mert így szoktátok mondani nekem a konzikon. Ha ez úgy néz ki, hogy kiírom, hogy SLS, akkor a szódium lauril szulfátot jelöl, ami valóban egy agresszív habzóanyag, nagyon, tényleg túl sok szerintem is a bőrnek aláírom, és valóban irritációt okozhat, stb. Nem szoktam javasolni a használatát, viszont nem is szokták beletenni semmiben, én szökő évente egyszer látom valami elcseszett tusfürdőbe. De hát
nem ez a jellemző. Amit bele szoktak tenni a termékekbe, az az SLES, ami a szódium lauret szulfát, ez más a kémiai szerkezete, ez már sokkal kevésbé irritáló, a legtöbb embernek nincsen tőle semmi baja. Illetve amire azt írják, hogy SLES vagy SLS mentes, abban nagyon sokszor mondjuk ammónium lauret szulfátot látok utána, vagy valamilyen egyéb szulfátot, ami igazából 12-1 tucat, de gyakorlatilag ugyanaz lesz az eredmény, de teljesen mindegy, hogy az nincs benne, mert van helyette egy körülbelül ugyanolyan másik. Nyilván minimális különbség van, de tényleg minimális, nem egy olyan nagy különbség, mint az SLS. Az SLES között hiába csak egy betű a különbség, az elég sok mindent jelent. Úgyhogy ennek se kell bedőlni, azt kell tudnotok, hogy tényleg van, akinek nem bírja a szulfátokat a bőre, ez egy nagyon kis százalék, nekik semmilyen szulfát nem szokott jó lenni, nekik ilyen gyengébbek, tenzideket szoktunk javasolni, egy-két babafürdető van ilyen például, de a legtöbb embernek mondom még egyszer, semmi baja nincsen tőle. Annyi, hogy én eleve azt szoktam mondani, hogy úgy fürödjetek, mert minden leoldja a hidrofil lipidet a bőrről egyébként, ami probléma, hogy csak így a honaljatokat, meg így alulról a tudjátok mit, meg max, ha nyelven a lábatokat, és nem kell az egész test így, mint a sampon reklámokban, a tusfürdőből, hogy valami toljad, már ekkora a hab, de mit tolom, mert ettől ez mindenképpen szétcseszi a bőrötöket, szóval egész testen, hozzám nem nagyon jönnek építőipari munkások, most ha valaki azzal foglalkozik, akkor annál az lehet, hogy tényleg olyan koszos, de az én ügyfeleim azok 90%-ban például irodában dolgoznak, vagy tanulok, de hát teljesen fölösleges az egész testüket lecsutakolni, és egy hét alatt elfogy a tusfürdőt. Tehát mindenképpen ki fog száradni a bőr, bármilyet is használtok. A szappannak a lúgos kémhatását miatt meg megint nagyon nem ajánlom, arról nem is beszél, hogy az is ugyanúgy leordja a hidrofil lipidet, hiszen ha mondjuk olajosak kezetek, mert sütöttetek, az egy sima szappan úgy leszedi, mint az állat. Szóval gondolkozzatok. Finomított növényi olajok. Ugye minden, ami finomított, az már akkor szörnyű. Én nem azt mondom, hogy a legjobb. Például én jobban szeretem a hidegen sajtolt növényi olajakat, és én azt rakok a kozmetikumaimba. De például, amikor egy nagyon olcsó termékről beszélünk, akkor előszeretettel használják a gyártók, ugyanis úgy állítják elő ezeket a finomított növényi olajakat, hogy ami megmarad a hideg sajtolásból, az egy kémiai eljáráson esik át. Ezeknek egyébként annyi előnye van, hogy nincsen se színe, se szaga, szóval ilyen szempontból egy klassz dolog, szerintem. Akkor, hogyha ez egy ilyen tényleg drogériába, iparira szánt, és akkor jól nagyon lehet illatosítani, szóval egy idézőjelben klassz dolog, mert nem lesz szaga, mert a növényi olajoknak, ha vesztek otthon egy hideget sajtolt növényi olajat, akkor annak lesz szaga. A tökmagolajnak, a nem tudom, mondjuk egy extra szűzolívajnak, azoknak van szaguk. Tehát ha ebből krémet főzünk, akkor is marad szaguk, szóval ezt ezért szokták csinálni a gyártók. Egyrészt mert olcsó, másrészt meg nagyon semleges olaj lesz belőle. Ettől még a bőrnek a hidratálását segítheti, de valóban nincsenek benne azok a szuper extrák, mint egy hidegen sajtolt olajban. Az alumínium sok az, ami egy nagyon megosztott téma, ez az egy, ahol bennem is van egy kérdője, hogy olyan ez mennyire jó, vagy mennyire nem. Verejtékcsökkentő hatásuk van ugye az alumínium sóknak. Már vannak olyan alumínium só származékok, amik azért általában ezt rakják bele a drogériásokba, amik azért nem olyan szörnyűek, mint ezek a régi dezodorok. Valóban felmerült, hogy esetleg rákot okozhatnak, de nem tudjuk biztosan. Tudjátok, ez nehéz, hogy mondjuk valakinek amúgy is mitől lett rákja ebben a világban, de amikor mondjuk valaki tényleg úgy jön hozzám, hogy 3 méteres cigarettaszag lengi körbe, és azon aggódik, hogy a dezodortól rákot kap, akkor szerintem lehet ennél nagyobb problémája is. Erre nem tudom nektek azt mondani, hogy most ez az egy ilyen kakukk tojásra, hogy most itt tutira nincsen semmi probléma. Én szoktam használni. Én nekem, amitől nyirokcsomó duzzanatom lett egyébként a hónomaljába, vagy a franc tudja, ilyen csomók lettek, az egyébként ilyen cinkoxidos dezodor, halára is rémültem. A házitól is olyan lett nekem. Ilyen képzeltem, hogy itt csináltam már vagy 10 éve, meg a ilyen naturkozmetikai márkától is lett nekem ilyen.
ellenben az alumíniumostól soha, és amúgy, ha nem használtam, el is múlt, hál' Istennek, de tényleg halálra rémültem, úgyhogy én nekem, én vagy nem használok dezodort, A-verzió, én nem használok télen, mert egyáltalán nem vagyok izzadós, tényleg, ez egy szerencse, de én nem szoktam izzadni. Tehát, hogy ahhoz, hogy én izzadjak, ahhoz vagy sportolnom kell, vagy melegnek kell lennie, vagy lehetőleg a kettőnek egyszerre, mert egyébként annyira nem vagyok izzados. Amikor viszont nyár van, akkor mindig alusdeókat használok, mert egész egyszerűen azt én pszichésen nem bírnám, hogy egy ekkora izzadság folt van a hónom alatt. A kedvencem a fényvédő, amikor meghalunk a fényvédőtől, ne használj fényvédőt, mert rákot kapsz, mert a naptól nem kapsz rákot, nem? Tehát nonsense, hülyeség. Valóban régen az ősidőkben voltak olyan fényvédő összetevők, amik valóban okozhattak rákot, felmerült ez a veszély. De most már 2019 van, ne szajkozzuk még mindig ugyanazt, hogy mi volt 50 éve. Hát 1000 évvel ezelőtt meg a 30 évet valaki megélte, már örült neki. Szóval ne ragadjunk itt le. Szuper jó fényvédő összetevők vannak, nagyon biztonságosak is vannak már köztük, nem szabad őket egy kalap alá venni. Rengeteg fényvédő összetevő van. Úgyhogy erről egyébként van egy fényvédőoktatásom, ahol részletesen beszélek, meg egy inci, ahol így az összes, amit így összetudtam, meg tudtam találni, ez mind le van írva, és megjelenik, hogy ez tényleg problémás, ez nem, de rengeteg fényvédő opciónk van, összességében meg nagyon leegyszerűsítve azt szoktam mondani, hogy például a dermakozmetikai márkáknak, amiket gyógyszertárban tudtok megvenni, nagyon szuper, nagyon biztonságos fényvédőik vannak, úgyhogy ne ezen aggódjatok. Az, hogyha megégtek, az egy nagyon komoly DNS kárt okoz, sokkal nagyobb, sokkal, nem lehet összesen az, hogy fényvédő, az most mi bajt okozhat, mert az mi bajt okoz majd, ha megégtek, vagy éppen 70-80%-ban is a bőröregedését a napsugárzásról, és hogy bátran használjatok fényvédőt tényleg télen is. Amit még itt találtam néhány helyen, az a puder, vagyis a talkum, vagy a szilika, ugye itt az merült föl, hogy tüdőrákot okoz. Tüdőrákot. Vagy ugye szilikózist, az ilyen tüdőprobléma. Na most bármilyen port lélegeztek be, az okozhat komoly tüdőproblémákat. Ez tényleg így van, nem véletlen, hogy mondjuk a körmöcsök, akik egész nap körmöcs csiszatolnak, maszkba dolgoznak. Mindenképpen, amikor ilyen nagyon nagy por van, akkor húzzatok maszkot, mert ez tényleg okozhat tüdőproblémákat, mert ezek a kis apró porszak nem fognak tudni kijutni a tüdőből, de ez nem arról szól, hogy felkenjük magunkra. Tehát amikor mondjuk porpudereztek, akkor ne, akkor tudjátok, le kell ütögetni, amúgy is, csak így a bőrötöket, szóval ne azt csináljátok, hogy ilyen mint a filmekben szokták, hogy tényleg belevezitek az egész, hogy ez a hintőpor, ha kisbabátokat vagy magatokat hintőporozatok, akkor ne így a levegőbe szórjátok, hanem mit tudom én, egy kicsit arrébb a tenyeretekbe, és akkor onnan például felütögetitek, de nem úgy fognak ezek szilikózis vagy tüdőrákat, hogy ilyeneket okozni, hogy a bőrről, ha rendeltetésszerűen használjátok, jó? Hanem úgy, hogy elkezditek a port beszívni, de ne szívjatok semmilyen port egyébként sem. A tizedik ebben a gigahosszú videóban az a PEG, mindenféle PEG, és van utána egy szám ilyen PEG-ek. Ezek tulajdonképpen oldószerek, vagy vízmegkötőként is tudnak funkcionálni, de aki halálra rémisztve, az azt mondta, hogy ez olyan, mint a fagyálló, kérem szépen, mint hogyha mint az autódba öntesz. De valóban segít egyébként a kozmetikumok állagát is úgymond megőrizni, de nem. Ez nem olyan, mint a fagyálló. Nem javaslom senkinek, hogy a fagyállóval bekenje magát, jó? Attól függetlenül, ha van egy kis PEG, ezt nyugodtan, ami miatt még szoktak beletenni, hogy ugye nagyon nehéz a bőrbe bevinni hatóanyagokat, hiszen a bőrünket pont arra találták ki, hogy megvédjen minket. PEG-ekkel könnyebb bevinni a hatóanyagokat. Nyilván így be fog menni, ami rosszabb a kozmetikumai, vagy káros, az is mélyebbre tud akár menni, ami meg egy probléma, de én erre azt tudom mondani, hogy ugyanígy, de nézzétek meg, hogy mi van benne, hogy összességében, és ami amúgy, most majd mondta, hogy csúnyaszod, hogy ami nem jó összetevős, az amúgy se vegyétek már meg, légy szíves, ami meg jó, nem baj, ha bemegy, illetve persze létezik egy-két ember, aki allergiás rá, nekik nem javasoljuk, de ugyanígy még azt tudnám mondani, hogy ha valaki nem ápolja a bőrét, és egy vastag rinocérosz bőre van, abban egy hidratálót nem bírunk beimádkozni. Akinek meg szép a bőre, meg ápolja, meg odafigyel rá, mint az enyém, hogy vékony és puha, annak meg amúgy is könnyebben be fog szívódni, szóval most akkor retteget magamra kenni egy krémet, mert pont, hogy ápolt vékony bőröm van, hát azért ez egy kicsit túlzásnak érzem, jó? Na, hát ez egy írtó hosszú videó lett, de szerintem nem fogom kettészedni, mert
Remélem, hogy most szórakoztató voltam és izgalmas, és így végig tudtátok velem ezt az egészet nézni, vagy hallgatni akár egy kis teával, vízzel, vagy egy gyümölcsnapon, nem tudom, ami nasival. Úgyhogy, ha tetszett nektek ez a videó, és érdekel a téma titeket, akkor van egy inci oktatásom, ami 12 órás, és ott nagyon sok ilyen érdekes, izgalmas dologról beszélek, mert ez egy never ending story, tehát bármit tudnék szerintem erről beszélni, nem 12 órát, hanem 112 órát, vagy 1112 órát is, annyira szeretem ugye ezt a témát, illetve azt is beregteszem nektek, aztán tudtok követni Instán Tindigo néven, aztán van egy szuper csoportom, a Tindigo Szépség Receptek VIP klub, ahol tudunk egymással beszélgetni, meg ott szoktam tartani élőket is, élősókat, ha valaki érti, miről beszélek, de csak bőrápolásról. Iratkozzatok fel mindenképpen a csatornámra, és ha tetszett ez a videó, ne felejtsetek el egy thumbs up-ot nyomni, hogy tudjam, számítatok tőlem még ilyen tartalomra. Találkozunk a következő videómban, és nézzétek, mit kentek magatokra. Sziasztok!